Igen, nagy szeretettel köszöntöm a kedves amerikai magyar hallgatókat és nézőket a magyar nyelv ünnepe alkalmából. Innen Budapestről, a Hadikházból, mely egy igen kitüntetett helyszín a korabeli irodalmi és kulturális életnek, nem csak azért, mert itt lakott ugye Csontváry Koszka Tivadar élete utolsó 10 évében, de azért is, mert itt volt a híres Hadi Kávéház, Karinti és író társainak a törzshelye, mely annak idején egy igazán pezsgő irodalmi műhely volt. Nagy találkozások, vitatkozások, kreatív írások, udvarlások helyszíne. És ez az a hagyomány, tudnélik, a párbeszédé, melyet feltétlenül érdemes tovább vigyünk. Mert a párbeszéd minden időben égetően fontos volt, és most is nagyon az. Mielőtt két rövid verset felolvasnék, engedjék meg nekem, hogy idézem Táncsics Mihály 200 évvel ezelőtti gondolatait a magyar nyelvről, melyet talán kevesebben ismernek. Azért választottam ezt a szöveget, mert meglepően aktuálisnak érzem. Talán még aktuálisabbnak, mint annak idején, amikor írták. De hogy így van-e, ezt döntsék el önök. Állításaim támogatásául még szükségesebbnek látszó indokok azok számára, kiket az előadottak még nem győztek meg arról, hogy legrégibb nyelv a magyar. Ha előadott érveim alaposak, akkor a nyelvcsaládokról szóló tan hamis, mert az csupán puszta vélemény, aminek biztos alapja nincs. Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Sokan lesznek majd olyanok, kik magukat tudósoknak és feljogosítottaknak érzik, telitorokkal kiabálhatni, hogy minél képtelenség, minél őrültség állításom, anélkül, hogy munkába csak bele is tekintettek volna. De kevesen lesznek olyanok, kik alaposoknak látszó elemvetéseket tehessenék, olyan pedig senki sem fog találtatni, ki a munkám tartalmának lényegét megcáfolhatná. Eddig a Táncsics idézet. Plener. Menni. Házról házra járni, lélektől lélekig, mint a középkori prédikátorok, mint a falusi tanítók és nagyapáink a mezőről hazafelé. Aki meg nem szólítható, a csodákban nem hisz, aki a kimondott szó erejében nem remél. Aki fél, könyököl, akinek munkája, mozdulata, dühe, csókja, nem poézis. Dolgozni kell, szeretni kell. Egyszerű ez. Oda jutunk úgy is. A fény alá, arra a széles mezőre. Mind. Olyan erős. Hallod? Érzed? Olyan erős, olyan hangos és olyan megkerülhetetlen a jelenlétünk, a gondviselés jelenléte, és olyan közeli a szorítása, hogy nem is érzékeled. Azt hiszed, nincs itt senki, negyedül vagy, magad hagyott az Úr, ha létezik egyáltalán, és csak ő van itt, a gyáva és kajánul vigyorgó gonosz, pedig angyal sűrű itt minden, és fényből van minden szálka, és az első vákum, az első légüres tér atom és atom között fényévekre van, a nagy kanyaron túl, a férges körisfában, amit megettek rég a hitványságok és a többi sötét anyag, az első emberben, az első ember előtt, a nő illatos kezében az illatos gyümölcsel, ami a szó, a te szavad, amit nem mersz kimondani.